Szóval, első üzenet többi YouTube-osnak. Ha fel akartok venni egy videót, és technikai problémába ütköztök, ne adjátok föl. Ezt a videót nem először kezdem el, hanem nagyon sokat gyár, és annyi minden történik itt, aminek nem kéne. Ez valami hihetetlen. Elmegy mögöttem valaki, bezavar, stb. Gyerekruhangálás, behangolás, bealacik a tévé, áramszünet, stb. Ez katasztrófa. Tehát, először is speed testet láttok, mert nem hiszem el, hogy a Firefoxnak a fő oldala nem tölt be. Így ezzel kezdek, jó? Mert a Firefoxnak kell, ez ugye most én vagyok, hogy itt fölül legyek, hogy fölül legyen ez a vacak. Az egész videó arról szól, hogy miért nem lehet letölteni a YouTube-ról videót. Először is vágtam egy ilyen fejet, hogy miért nem. Jó. De ezt a videót bezárom, mert most már nem nagyon kell. A hangomat így is halljátok. Először is azt nem értem, hogy... Ezt közben elindítjuk ezt a tesztet. Először is azt nem értem, hogy... Ja, közben kikresselt a flash is, hát teljesen hibátlan. Miért kérdeztek tőlem ilyet, hogy miért nem lehet letölteni a YouTube-ról? Ez körülbelül olyan, mint az autószerelő én tőlem kérdezni meg, hogy kell olajat cserélni. Vágod? Én, amatőr marha, én azt hittem, hogy letölteni a YouTube-ra mindenki tud. Nem. Tehát itt egy YouTube-os videó, és akkor jobb gomb, és letöltés. Hát itt alul nincsenek ilyen ikonok, hogy letöltés. Nem. A YouTube nem akarja, hogy letöltsél róla. Egy kicsit se akarja, hogy letöltsél róla. Ezt neked csalási módszerekkel kell letölteni. Ez a videó azért van itt, mert már negyedszer nézem, hogy értsem már meg, mi a különbség az XFCE meg a többi között. Mindegy. Ha le akarsz tölteni, akkor... persze sehol nincsen. Jó van. Tehát, ez a kezdő oldal. Ezt kell mutatnom, mert különben nem értitek, hol vagytok. Na, tehát, beírjuk, hogy Firefox. És... kiegészítők. Ezt így beírod, és egyből látni fogod, hogy a Firefoxnak van a kiegészítői. Na, a Firefox kiegészítőket azért kell letöltened, mert ezekkel válik lehetővé te számodra, hogy letöltsél, feltöltsél, játsszál, szórakozzál. Rengetegféle kiegészítő van a Firefoxhoz. Kezdjük például a Video Download, mert ugye ez az, amire szükség van, tehát Video Download. Nyomunk egy videó downloadot. És akkor lássuk, milyen kiegészítők vannak. Most frankon azt várjuk, hogy a weblap reagáljon valamit. Tehát nem történik semmi. Akkor még egyszer. Video download, mint download, mint letöltés, videó letöltés. Akkor másodjára. Tehát azért... csak megoldotta ezt a problémát, menjünk tovább. Tehát videó letöltés segítő. Kijelölöm nektek, videó letöltés segítő. Olyan verziója van, hogy 5 pont akár micsoda. Ezt külön ablakban megnyitom, és akkor látjátok. Én is ezt használom, 5-4-2-es videó letöltés. Az alternatív videó oldalakról is le lehet tölteni, nem csak a YouTube-ról, tehát nagyon hasznos. Oké. Hozzáadás ehhez, Firefox, jó? Tehát ezt hozzáadtuk. Oké, következő. A videót úgy kell letölteni, hogy az flash. De mivel a YouTube ki akar veletek tolni, hogy ilyen diszkréten fogalmazzak, ezért HTML 5 betol nektek. Na, jó. YouTube flash HTML 5. Jó? Tehát nektek erre van szükség, hogy YouTube flash HTML 5. Ez egy ilyen kapcsoló. Ezt kell elképzelni, hogy van egy kapcsoló, hogy ki, be. A kapcsoló az, hogy ki, be, itt a képen, na, itt egy kép. Úgy kell elképzelni, hogy most a HTML 5 lesz aktív, vagy a Flash lesz aktív. Tehát vagy ez, vagy az. Nektek csak és kizárólag az a jó a letöltés szempontjából, hogy Flash letöltés használtok. A korszerű weblapok a HTML 5-öt használják, arról más módszerrel kell letölteni. Jó? Tehát ezt is ugyanúgy hozzáadás, ehhez Firefox. Jó? Kettő kiegészítőt hozzá kell adni a Firefoxhoz. Ha mind a kettő megvan, mind a kettő meg, ezt mind bezárjuk, mert rohadtul nem kell. Ide jövök a kiegészítő kezelőbe. A kiegészítő kezelőt úgy éred el, hogy About Add-ons. Jó? Tehát beírod a Firefoxot, vagy About, kettős pont Add-ons. Ezt itt fölül látod.
Egy pillanat. Nem fogod látni. Úgyhogy beírom ide. Ja, bocsánat. Közben elvezéreltem itt a ablakot. Beírom ide azt, hogy a bo út egyből utána a kettős pont a dons. Jó? Ezt így remélem lehet látni. De ha nem látjátok, akkor betű típuson kicsit nyomok, jó? Hogy jó, nagy legyen, így. És akkor így már látjátok, hogy na, messze most erre elnyomtam. Tehát about add-ons. Az egyest nem kell nézni. Jó? Így. Tehát about add-ons. Ezt kell beírni a Firefoxon fölülre, hogy a kiegészítő kezelőt lássad. Jó? Na, tehát. Ez a kettő most frissen letöltött add-onunk, mint kiegészítőnk van, hogy videó download helper és a YouTube HTML flash váltó kapcsoló. Jó? Eddig megvan? Visszamegyünk a YouTube-os oldalra. Áttesszük arra az oldalra, hogy HTML 5-ös oldal. Jó? Újra töltjük az egész weblapot. És ez már HTML 5-ös. Jó? Tehát HTML 5 player. HTML 5. Világos? Ez nem flash, nem fogsz tudni letölteni. Átkapcsoljuk YouTube flashbe. YouTube flash. Újra töltjük. Ez a kapcsoló, ami jobb fölül van. Elindul a videó lejátszás. Valahol megállítjuk, teljesen mindegy. És jé, Flash Player indult el! Yeah! Ha Flash Player indult el, akkor már megjelent itt a letöltés, hogy már le lehet tölteni a megfelelő felbontású videót, amit én szeretnék. Természetesen te neked be kell választanod, hogy milyen videót akarsz most nézni. Milyen minőségben. Kiválasztod a megfelelő minőséget. Elindítod a videót, hogy töltsön be. Pillanatra megállított, persze megállítani nem szükséges, és megjelenik egyből a nagy felbontású videó. Jó? Ugye világos? Rányomsz, hova töltsem le? MP4. Kész. Így lehet a YouTube-ról letölteni akkor is, hogyha azt a YouTube nem akarja. Egyébként meg itt a speed test vége, de mondjuk ez nem olyan fontos, ezt bezárjuk. Na, úgyhogy valami kérdésetek van, akkor nyugodtan meg lehet keresni a Microsoft Magyarország weblapját, ami az Facebookon van. Mindjárt megmutatom, hogy hol van. Microsoft Magyarország. Tehát itt van a Microsoft Magyarország. Az összes kérdéseteket, amit fel akartok tenni, azt ide nekik nyugodtan el lehet küldeni. Jó? Hát, ha válaszolnak valami kedveset.